A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Stúdiónk vendége Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és öröm, hogy egészségben láthatom. Jó estét kívánok, és köszöntöm a televízió kedves nézőit. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat. Szerencsére túl vagyok ezen a betegségen. Mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy legyen óvatos, mert ez a vírus, ez tényleg nem játék, viszont ha elkapta, akkor pihenje ki, mert így lehet elkerülni a szövődményeket. Igen, meg talán ebben talán az oltás is segít. Igen, nekem is ugye több oltásom van, ez nyilván azt nem tudja megakadályozni, az ember adott esetben elkapja ezt a vírust, de biztos, hogy tud segíteni, hogy a szervezet minél hamarabb le is győzze. És hát már ha így visszatért a mindennapokba, a hivatalba is, ugye lehet látni folyamatosan, hogy megindult a munka, látványos posztokat is közzétett. Az egyik ilyen friss hír az, hogy Szombathelynek segít a város, Székesfehérvár, konkrétan a székesfehérvári Szép Hő. Ugye az adventi időszakot kezdtük el, és talán ez a történet, ez jól illeszthető ez a mostani néhány héthez, hiszen alapvetően a szeretetről, a barátságról, a jó emberi érzésekről szól, és az, hogyha egy város tud segíteni egy másik városnak, akkor azt hiszem, hogy az is tud egy ilyen boldog pillanat lenni. Szombathelyen egy műszaki probléma lépett föl a távhőszolgáltatáson belül az egyik eszköznél. Egy szivattyút érintő műszaki problémáról volt szó. Ők tudták azt, hogy a Szép Hő ZRT-nek itt Fehérváron van egy olyan tartalék szivattyúja, ami ezt a műszaki megoldást ezt meg tudja oldani, ki tudja segíteni őket, megkerestek minket, nyilván a Szép Hőt leginkább pozitív volt a szakmai hozzáállás a Szép Hő részéről. Itt kellett egy szakminisztérium, ebben az esetben egy belügyminisztérium részéről történt előzetes jóváhagyás, ezt a minisztérium tényleg példás gyorsasággal pár nap alatt kiadta. A város közgyűlése múltkor egyébként előzetesen már tulajdonosként hozzájárult ehhez, megállapodás közben a két cég között létrejött, és ezzel tudtuk egy kicsit segíteni Szombathely városát. Azért tudjuk, hogy télvíz idején különösen a meleget szolgáltató távhő, melegvíz szolgáltatás az nagyon-nagyon fontos alapszolgáltatás, és így nem lesz semmilyen műszaki akadálya, hogy a Szombathelyen is, és Fehérváron is rendben folyjon. Itt decemberben is, hát bizony benne így lesz ez a tél egész időszaka tekintetében. Talán arra egy jó példa, hogy az élet nagyon-nagyon sok területén lehet szó együttműködésről megyejugó városok között. Nagyon sok hasonló kihívásunk van, hasonló problémával szembesülünk, és tudjuk, hogy egymáshoz tudunk fordulni. Biztos vagyok abban, hogy fordított esetben, hogyha a Szombathely tudott volna nekünk egy ilyen helyzetben segítséget nyújtani, akkor ők is megtették volna. Szerintem az üzenet megint az, hogy összefogással láthatólag minden nehézséget, problémát könnyen megoldani. Vagy akár párbeszéddel. Párbeszéddel, és azzal, hogy a szakemberek is beszélnek egymással, adott esetben kell, akkor a városvezetők is, függetlenül milyen pártállásúak, és lámlám és szakminisztérium az tud segíteni, hogy minél hamarabb két város között pedig ez a megállapodás jogszerűen létrejöhessen. Tehát itt egy önkormányzat, állam, szakemberek, szakcégek jó együttműködésében megvalósult probléma megoldásról van szó. És nagyon jó, hogy ez a kérdés ugye előkerül, mert szerintem ez hitet kell, hogy adjon mindenkinek, hogy lám-lám, ilyen is van, és ilyen jó példák is vannak, és érdemes talán valóban néhány percet erről mindig akkor szólni. Hogyha már az adventet említette itt a beszélgetésünk elején, ennek az esemény kapcsán is ugye elindultak a programok, mi a tapasztalat, mik a visszajelzések? Most, amikor elindultam a Városházáról, és azt láttam, hogy sok ember volt a belvárosban már, az elmúlt este is ezt tapasztaltam, amikor elindultam haza, és hát, hogyha valaki látta a hétvégéről a fotókat, videókat, fényképeket, akár itt a médiacentrum felületein, és az sok embert láthatott, jó kedvű, mosolygós embert, akik jöttek egyet sétálni, részt venni egy kicsit az adventi kavalkádban, a vásárban, találkozni ismerősökkel, családtagokkal, barátokkal, részt venni a műsorokban, és hát végignézni, ahogy szombaton a püspökség udvara nyílt meg, és püspök úr ugye az első gyertyát ott meggyújtotta, aztán pedig, hogy az első gyertyagyújtásra sor került
a püspök úr és Varga Tamás jelenlétében a főtéren is vasárnap este, és ez szerintem különleges élmény volt. Még én, aki ugye nem tudtam most ezen személyesen részt venni, az előbb említett okok miatt én csak videóról, képanyagban, kisfilmecskén láttam több mint 600 kis gyermeknek a kórusát, és ez a kis angyalokkal az minden évben különleges, és különleges. Most az, hogy ott a színpad előtt és részben a színpadon sorakoztak föl, azt hiszem, hogy ez minden szülőnek, nagyszülőnek, vagy csak oda érkező kíváncsiskodónak, érdeklődőnek egy nagyon-nagyon szép adventi nyitány volt. Ugye ma estével elindult az adventi kalendárium és naptárnak a egyes minden nap fél hatkor megjelenő kis ablaknyitás és hozzá kis kulturális program. Ez pedig azt jelenti, hogy beléptünk decemberbe, és elindultunk a karácsonyi időszakig. Ez nagyon szép időszak, szerintem érdemes nem csak rohanásra használni, hanem egy kicsit pont a megállásra, egy kicsit élvezzük, éljük meg az adventi időszak örömét, nem elfelejtve, hogy ez mégiscsak a lelki felkészülést is jelenti szeretett ünnepére, arra az ünnepre, ami a mi hitvilágunkban, a keresztény értékrendben az egyik legfontosabb, és amelyik egyik legfontosabbat üzeni számunkra, a szeretet erejét, és talán fölhívja arra a figyelmet is, akár az előbbi témával összefüggésben is, hogy egymásnak segíteni, másnak támogatást nyújtani, az azt hiszem, hogy egy nagyon szép dolog. Ez az egyének szintén is megvalósulhat, hiszen az Albabáscsen keresztül több szervezet részéről, civil szervezet, egyházi szervezet, önkormányzati intézmény részéről egy olyan kampány indult, ami a rászorultak számára szeretné szebbé tenni a karácsonyi időszakot, és akinek van lehetősége segíteni, támogatást nyújtani, az Albabáscsán keresztül meg tudja tenni, jó célt szolgál, és jó helyre fog kerülni a támogatás, hiszen több mint 1200 családot gondoz, több mint 1200 családdal van szinte napi szintű kapcsolata ezeknek a szervezeteknek, tehát ezek a felajánlások oda, azaz jó helyre fognak kerülni, ahol tényleg nagy szükség van rá, és a rászorulóknak ezzel maga az advent is, és aztán pedig a karácsony is szebb lehet, különösen, hogyha gyermekek is vannak az adott rászoruló családokban. Meg talán azt hiszem, hogy ez az akció is jó példa az összefogásra, hiszen ekkora ilyen széleskörű civilek által csatlakozott jótékonysági kezdeményezésre talán még nem is volt példa így adventkor, hiszen most tényleg mindenki egy célért gyűjt egy közös helyen. Mindenki egy közösen találták ki, építették föl a programot, közösen fognak dönteni a felhasználásáról, az adományoknak, támogatásoknak, és biztos és garantált is, hogy jó helyre fognak jutni ezek a támogatások. Tudom, hogy még az advent elején vagyunk, de azért én rögtön fölhívnám arra a figyelmet, azonban rászoruló az nem csak decemberben van, hanem lesz majd januárban, meg februárban is. Úgyhogy akinek van lehetősége, hogy akkor is segítsen, azt kérem, hogy ugyanúgy tegye majd ezt meg. Jó célokat fog vele szolgálni. Innen fogjuk folytatni, de természetesen, ha már köztér, akkor ezúttal is kérdezhettek a székesfehérváriak, illetve az ide látogatók. Csapó Ramona összeállítása következik. Hallgassuk, hogy mire kíváncsiak a fehérváriak. Szépen fejlődött, azt kell mondjam. Tisztelen becsülöm polgármester urat, meg karakán embernek tartom, és amit megnyilvánulásait olvasom, akár az elektronikus felületeken, akár újságban, akár egyéb csatornákon, le a kalappal előtte. Általában nagyon sokat tesz a városért. Most például azt hallottam a rádióban, hogy ez a Lecsere akciót hirdeti, úgyhogy törődik velünk. Meg vagyok elégedve. Nekem nincsen semmi különösebb gondom. Én belvárosban lakom, úgyhogy engem a közlekedés olyan különösképpen nem érint. Én nem vagyok székesfehérvári, vidéki vagyok. Éppen ezért a közlekedés helyzete mondjuk érdekelne. Inkább a rádió lakatelep és környéke. Mi ott a probléma? Hát egy kicsit a parkosítással, fásítással gondolnám, hogy ott lehetne egy picit javítani. Bár ehhez az emberek is hozzájárultak, hogy úgy néz ki. Egyetlen egy dologgal nem vagyunk megelégedve. Nem találtunk padokat kilométereken keresztül. Vidékiek vagyunk, nem tudunk kihez bemenni. Nyáron is nagyon nehezen tudunk leülni. Ki szoktunk menni a tóhoz,
milyen tó az, ahol a gimnázium van. Nem tudom, milyen tó. A padokat hiányoljuk, de egyébként gyönyörű a város szerintem. Egy kérdést, hogy az uszoda mikor zár be, vagy jövőre is nyitva lesz-e? Azt szeretném megkérdezni, hogy miért kell ilyen nagyon-nagyon sok mindent fizetni azért, hogy kicseréljenek nekem például 2 vízórát. Különben pedig meg vagyok elégedve, mert nagyon szépen fejlődik a város. Minden sok mindent megtesz a polgármester úr, de ez most engem karácsony előtt nagyon rosszul érintett. Az lenne, mint árus a kérdésem, hogy mondjuk ott a virágóránál ott is lehetne kicsit fényekkel megbombázni az utcát, ne csak a polgármester hivatal előtt. Mondjuk ez lenne a kérdés, hogy ott miért nincs. Nos, hát azt hiszem, hogy nagyon sokféle dolgot hallhattunk. Amit kiemelnék mindenképpen, az a takarékos ledízzó program, ami szerintem tényleg egy jó lehetőség az embereknek. Ingyenesen jutnak modern eszközökhöz, energiahatékony eszközökhöz, amivel utána a saját havi szintű kiadásukat, rezsiszámlájukat tudják csökkenteni. Ugye most egy regisztrációs fázisban van ez a program, kérem, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon. Fölállítottunk például az Albabástyában, de más helyeken is a könyvtárak nagyon szép és nagy segítséget nyújtanak nekünk, ezután is szeretném ezt a Vörösmarty könyvtár dolgozóinak megköszönni. Helyet is biztosítottak, és a regisztrációban is segítséget nyújtanak azoknak, akiknek bármilyen ok miatt erre a segítségre szükségük van, vagy otthon ezt a regisztrációt nem tudják megcsinálni, bemennek ezekre a helyekre, és ott meg fogják kapni ehhez a megfelelő segítséget, és ebben az esetben ugye a jövő év első negyedévébe meg is fognak érkezni, és át is fogjuk tudni nekik nyújtani ezeket a csomagokat, és a beszerelést követően ez egy megtakarítás lesz az adott családoknál. Én kérem, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, mert szerintem ez egy remek alkalom arra, hogy ezeket a izzókat még egyszer ingyenesen meg lehessen, vagy át lehessen venni, és ezzel a saját rezsiköltségeket csökkenteni. Ugye a padok tekintetében kétféle pad létezik, az egyik, amit kérnek, hogy helyezzünk le, utána pedig, amit hogy vegyünk föl. De én is egyetértek, meg fogom nézni még egyszer, illetve vannak olyan közösségi tereink, ahol láthatólag az emberek szeretnek sétálni, fehérváriak vagy a hozzánk látogató vendégek, és szerintem is hozzátartozik azt, hogy adott esetben leüljenek, találkozási pontként beszélgessenek egy jót, és ezt megtegyék mondjuk, ha nem is télvíz idején, de mondjuk közeledik majd tavasz, akkor ez egy szép dolog tud lenni. Én ehhez, illetve ahhoz, amikor a parkosítás, faültetés, rádiólakótelep tekintetében fölmerült, mindig csak azt szerettem hozzátenni, ami egy valójában egy kérés, hogy ha van konkrét hely, ahova valaki szerint el lehetne helyezni egy padot, vagy jó lenne ott egy pad, vagy el lehetne ültetni egy fát, vagy lehetne egy kis zöld területet fejleszteni, kialakítani, akkor ezt minden esetben küldjék el nekünk, nekem, mert akkor azt meg tudjuk vizsgáltatni a szakembereinkkel, főkertésszel, városgondnoksággal együtt, és ha van lehetőség, akkor a fa telepítése, ültetése, növény kihelyezése, kis parkosítás megtörténik, vagy éppen egy pad elhelyezésre kerül. Mi is, bár nyilván itt érünk a városba, itt sétálunk, nap mint nap ezt figyeljük, de nem azt jelenti, hogy minden helyet ismernénk, vagy minden helyre föltűnt volna, hogy na, ide pont lehetne ültetni fát. Úgyhogy ha érkezik ilyen javaslat, akkor meg fogom ezt vizsgáltatni. A fények tekintetében fontos elmondanunk, hogy egy kicsit szűkebb, ugye idején ezt el is mondtuk előre, a adventi fény. Egyszerűen ennek most megtakarítási, költségvetési, pénzügyi oka van. Most ezt tudtuk finanszírozni, ugye részben ezt is támogatóknak a felajánlásainak köszönhető. Szerintem szép lett a belváros, sokat dolgoztak rajta az emberek, és így tudtuk ezt kiépíteni. Illetve nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy ez nem csak pénzkérdés, hanem humán erőforrás kérdése, magyarul szakember kérdése. Tehát ehhez látszott, még ezt a mostani advent és a vásárt is hetekkel korábban elkezdték a városgondnokság szakembereik telepíteni. Ez hosszú-hosszú heteken keresztül zajlik az előkészítése a programoknak. Tehát minden ilyen bővítéshez nem csak pénz kell, hanem ember, aki azt a munkát elvégzi. És ebből bizonyos szempontból szerencsére, hiszen azt jelenti, hogy továbbra is sokkal több az üres munkahely, mint az állást kereső ember Székesfehérváron, de ez nyilván a másik oldalon viszont jelenti ilyen jellegű problémát is.
Ugye úszodával kapcsolatban is volt még egy kérdés, azt korábban itt már akár a köztérben is elmondtuk, hogy december 31-ig biztosan nyitva. Igen, most addig látunk előre, tehát december 31-ig a nagy úszoda, a külszoda nyitva van. Nyilván mi örülnénk, hogyha ez ezt követően is nyitva tudna maradni. A döntés szerint január 1-én ugye bezár, és a sátor kerül kinyitásra. De hát azért még van pár hét, én reménykedek abban, hogy esetleg az állammal meg tudunk állapodni majd a január 1-ét követő időszak működtetése tekintetében is, de azt mindenképpen aláhúznám, hogy ha más nem, akkor a sátor és a sátorban található nagymedence megfelelő öltözőkkel, kiszolgáló létesítmény elemekkel együtt természetesen működni fog. De bízom benne, hogy talán az sem kizárható, illetve a másik oldalról közelítsük meg, talán az is elérhető, hogy nyitva maradjon a nagy úszoda épület a jövő év első negyedévébe, de ezt most még egyelőre nem tudom megmondani, mert még nem jelezte az állam, hogy lesz-e olyan forrás, ami nekünk egy kiegészítő támogatásként biztosítja az anyagi hátterét, hogy az úszodát működtetni tudjuk. Ugye várunk még egy nagyon fontos számra ebben a vonatkozásban, ez pedig a távhődíj alakulása január 1-e és majd április 15-e között, tehát a fűtési szezon következő időszakára. Azt halljuk, hogy az jelentősen alacsonyabb lesz, mint a mostani ár, de még mindig jóval magasabb, mint az egy évvel ezelőtti. De amikor ez az ár fixen válik és fixen megismerjük, akkor természetesen lehetőséget kapunk arra, hogy mindent újra számoljuk, beleértve az intézkedéseket. Ez nem csak az úszodára igaz, hanem mondjuk adott esetben akár a színház épületére is, amit szeretnénk előrehozni annak az újranyitását, és ha lehet és van rá anyagi forrás, akkor ezt korábban megnyitni, újranyitni, mint ahogy korábban szó volt róla, ugye március közepén végig lenne a korábbi döntés alapján a Vörösmarty Színház épülete zárva, ugye fontos, hogy nem az intézményt zárjuk, hanem csak az épületet. De abban bízom, hogy esetleg ezt pár héttel előre fogjuk tudni hozni, és előbb ki tudjuk majd nyitni a színházat. Gondolom, itt a hetek, a napok folyamatosan a számolással telnek, hiszen érkeznek be folyamatosan a különböző rezsiszámlák. Mi a helyzet most, hogy látják, hogy milyen költségeket, terheket jelent ez a városnak, illetve milyen kép rajzolódik most ki? Körülbelül 9 milliárd forint az az összeg, amivel több rezsit fizet az önkormányzat, az önkormányzati intézmények alapvető szolgáltatások garantálása, működtetése vonatkozásában, mint mondjuk az előző esztendőkben. Ebbe benne tartozik a 2022. október, november, december és a teljes 2023-as év a mai árakon számolva. És ezt mindig aláhúznám, mert ezek az árak is változnak időről időre. Mást kell az önkormányzatnak is fizetni, és szerintem valamikor február-március körül fogjuk igazán látni először, hogy pontosan ez a tél mennyibe is fog kerülni mondjuk Székesfehérvár önkormányzatának. Én hiszem azt, hogy felkészítettük a várost a ma elképzelhető legrosszabb helyzetre. Ezt is fogjuk tudni kezelni, így is a bölcsödék, óvodák, szociális bentlakásos intézmények, háziorvosi rendelők működni fognak. És talán aztán így egy kis megtakarítást is elérve azt mondjuk olyan döntésekre tudjuk hozni, amivel esetleg előrébb tudjuk esetleg néhány intézmény vagy épület kinyitását, újranyitását hozni ahhoz képest, amiről a döntések szűnek szólnak. De azért 9 milliárd forint az talán érezhető, hogy nagyon-nagyon komoly pénz. Ezt meg kell tudnunk takarítani, különböző intézkedéseket hoztuk, bevételt próbálunk növelni, és hát bízunk benne, hogy a gazdaság pedig legalább olyan évet fog produkálni jövőre, mind az idei esztendőben, mert úgy néz ki, hogy egy szép évet zárunk gazdasági vonatkozásban, abból is vannak plusz bevételeink, és minden rosszban van valami jó is, ugye tudjuk, hogy az infláció miatt a kamatszintek is feljebb mentek, ugye a város egy jelentős bankbetét állománnyal rendelkezik, amivel kapcsolatban nagyon jelentős, szerintem 400 millió forint körül összeg lesz például a plusz kamat bevételünk az idei évben. Ez szerintem részben meg lesz jövő évben is, ez is egy nagyon komoly tétel. Tehát azért vannak jó hírek is, de a helyzet az nem könnyű. Ilyenkor gondolom azért az egyensúlyozás közben az egyik fő cél a stabilitás. A stabilitás, a biztonság, egyrészt a munkahelyek garantálása, azért az önkormányzat egy nagy foglalkoztató, közel 4000 embernek adunk közvetetten vagy közvetlenül munkát. Fontos, hogy ezeket a munkahelyeket megőrizzük, béreket ki tudjuk fizetni, és fontos, hogy az előbb említett alapszolgáltatások mindenképpen működjenek, és afölött pedig mindent tudjunk működtetni, amire a pénzügyi lehetőségünk forrást biztosítanak, úgy, hogyha lehet, működési hitelt továbbra se kelljen fölvenni, mert főleg a mostani piaci keretek között azok nagyon-nagyon drágák lennének.
De legalább ennyire fontos, hogy emellett minél több olyan beruházást, fejlesztést meg tudjunk valósítani, akár föl tudjuk gyorsítani, előre tudjuk hozni, ami pedig energiakorszerűsítést, energiahatékonyságot eredményez, költségszintnek a csökkentését hozhatja maga után a következő évekbe. Ugye ilyen például a közvilágítás teljes megújítása, amit az előkészítési munka tekintetében a Városgondnokság végez, de ilyen lesz például január-februárban nyilászárókat cserélünk, például a színház bizonyos részein, ott is ledet fogunk cserélni, ezáltal csökkenteni tudjuk a kiadásokat, és dolgozunk a Szuszoda teljes felújításának előkészítésén is, ahol nagyon komoly összegeket lehetne megtakarítani, és azért sem szeretnénk igazán zárni az jövő év elején, mert amikor a felújítás megtörténik, az önmagában a nagy épület zárását fogja jelenteni, és nem lenne szerencsés, hogy ezt megelőzően már hosszabb ideig eleve nem lenne használható. Tehát jó lenne ezt vagy elkerülni, de például ez egy olyan nagyságrend, amit csak a város nem tud kigazdálkodni, tehát itt biztos, hogy szükség lesz az állam a kormány támogatására, ezt megkaptuk. Egyébként ugye november-decemberre, hiszen így tud most nyitva lenni az Uszoda, ez egy bruttó 101 millió forintos állami támogatás, tehát állami kormányzati támogatásból tudjuk. Egyébként nem csak mi, hanem az ország számos helyén az önkormányzatok működtetni az adott uszodákat. Tegyük hozzá rögtön, hogy pártállástól függetlenül kaptak önkormányzatok és önkormányzati cégek ilyen uszoda fenntartásra kiegészítő támogatást. Tehát ez nem csak mondjuk Fehérvárt érintett, hanem Miskolcot is, vagy adott esetben Bajavárosát, vagy sorolhatnánk azokat a településeket, ahol szerencsére ugyanúgy most az uszodák működni tudnak. Reméljük, hogy az államnak lesz pénzügyi lehetősége arról, hogy segítsen bennünket ebben a 2023-as évben is. Ugye számos év mindig kérdésként felmerül az, ön is említette, hogy LED lámpacseréket terveznek az intézményekben, nyílászárókat, hogy gondolkodnak-e például napelemes megoldásban, vagy a geotermikus felhasználásában, vannak-e ilyen elképzelések? Most is közel 20 intézménynél zajlik napelem elhelyezése. Ezeket most bővítettük is újabb épületekkel, például a múzeum épületre is szeretnénk most napelemet elhelyezni. Naperőmű park kialakításába is gondolkodunk a repülőtér melletti ipari parkon. Úgyhogy igen, ez szerintem ez a jövő, e fele kell menni, mivel ránk is hatnak azok a döntések, hogy a hálózatban mennyit lehet most betáplálni, és hol jelentkezik már ugye probléma. Ránk is hatott ugye az a bizonyos határidő ott október végén, de ott is még igyekeztünk intézményeket úgymond pályázati úton még ronda szóval benyomni ebbe a lehetőségbe, sikerült is, ebbe van könyvtárépület, van szociális épület, van oktatási épület, és itt is közben már a tervezés zajlik. Tehát ahol lehet, és van műszaki lehetőség, ott napelemet helyeztünk el, van ilyen beruházás folyamatban, vagy szeretnénk ilyet megvalósítani a következő években. Tehát, hogy ez a lehetőség akkor nyitott, mondjuk például a stadionnál is már egy ilyen alternatív megoldásban gondolkodtak korábban is. Igen, és ugye a múlti csarnoknál ez pedig meg is valósul, hiszen ott egy talajszondás megoldással eleve nem is lesz gáz az épületben, tehát csak villamosáram lesz, és a villamosáram egy jelentős része is abszolút megújuló energiából, korszerű és környezetvédelmi szempontból is első osztályú műszaki megoldás készül, hiszen tudjuk, hogy szerencsére szépen épül a multicsarnok. Ugye részben azért ilyenek megvalósultak már a magánál, a stadionnál is, és hát az sem kizárt, hogy ott is további ilyen típusú fejlesztéseket lehet majd megvalósítani. Ha már a beruházásokat említette, azért azt is el lehet mondani, hogy a kórházban is jó ütemben haladt eddig is a teljes Modern Városok program keretében elképzelt fejlesztés. Igen, bár ott mi napi szinten nem rendelkezünk információval, hiszen azt egy állami forrásból, állami intézményen, állami beruházásként valósítják meg, de örülünk, hogy megy előre a beruházás, fejlesztés, és remélem határidőben el is készül. Nagy szükség van a kórházon belül az új belgyógyászati tömbre. Hogyha nézzük akkor ezt az elmúlt időszakot, mondhatjuk, hogy egy olyan furcsa helyzetben voltak, hogy folyamatosan válság kommunikációban, válság helyzet megoldásában, tehát egy ilyen krízis kezelési önkormányzati etapban vagyunk benne. Ez nyilván számos kihívást tartogat, de talán vannak olyan pontok, amik meg éppen a folyamatos gondolkodást, a rugalmas megoldások miatt egy ilyen készenléti állapotban viszi előre a várost.
válságmenedzsment, gyakorlatilag az egész önkormányzati ciklus erről szól, de minden ilyen lehetőségeket is hordoz magába, és tudunk néhány dolgot, fejlesztést, beruházást felgyorsítani, előrehozni, ennek a fontosságát jobban hangsúlyozni egy ilyen időszakban is. Úgyhogy én általában is olyan embere vagyok, hogy attól, hogy sírunk egy problémán, attól még a probléma ott lesz előttünk. Tehát azt meg kell oldani, és mindig meg lehet találni még a problémák között is az előrevezető utat. Nekem az a dolgom, hogy ezt keressen, problémát kezeljünk, jövőbeli stratégiát kidolgozva, azt pedig végrehajtsuk. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan mosolyogni kell, de azért csak jobb úgy élni, hogy észrevesszük azt is, ami pozitívunként ott van lehetősége előttünk, és nem mindig azon sírunk, hogy egyébként milyen nehéz a helyzet. Nehéz a helyzet, de önmagában, hogy ezt a mondatot elmondtam, nem oldódik meg. És mellette még ebben a nehéz helyzetben is meg lehet találni azokat a fogódzókat, amik a jövő fejlődéséről szólnak, kicsit akár föl is gyorsítva és előrehozva azt időben. Azt már említette, hogy ugye sok szempontból fontos időszak lesz az elkövetkező jó néhány hét, akár hogyha a távfő árakra gondolunk, de mire lehet még számítani? Nem készülünk már semmilyen olyan döntésre, ami ezzel ennek a helyzetnek a kezelésével függ össze. Tehát mi látjuk, hogy minden olyan döntést meghoztunk, amit meg kellett tennünk azért, hogy a város stabilitását, működőképességének biztosítását garantálni tudjuk. Nyilván azt nem merem mondani, hogy soha nem kell újabb ilyen döntéseket hozni, de mi most úgy látjuk, hogy ezt az évet már zárni tudjuk, és van mire alapozva 2023-as költségvetést megterveznünk, és majd február közepén elfogadni. Tehát olyan döntésekre, amit eddig ne hoztunk volna meg, arra nem nagyon kell számítani. Bízom benne, hogy most már további meglepetés legalább a következő napokban, hetekben nem ér bennünket, vagy ha ér, akkor az inkább pozitív előjelű lesz. Magyarul lehetőséget számunkra biztosító. Mire számít 2023-ban? Hogyha már említette a tervezést, tudom, hogy nem jós, meg nyilván nagyon sok mindentől függ, de azért biztos vannak már tervek. Szeptember-október fordulójától tervezzük mindig a következő évnek a költségvetését, tehát nagyban zajlik ez már. Ez egy nagyon jelentős, nagyon komoly munka, mégiscsak ebben határozzuk meg, hogy a város rendelkezésre álló forrásait azt mire fordítjuk. És hát én azt látom, hogy nem lesz könnyű esztendő, hiszen a mostani problémák egy jelentős része velünk marad sajnos 23-ban is, és nagyon-nagyon-nagyon jó lenne ebből a szempontból is, de hát nyilván leginkább emberi szempontokat figyelembe véve, hogy béke legyen, de legalább tűzszünet legyen Ukrajnában. De nyilván sajnos ehhez mi nagyon keveset tudunk hozzátenni, viszont a háború és a szankcióknak a következményei azok nyilván Fehérváron is jelentkeznek, és ezek még hatni fognak 2023-ban is. De ha a gazdaság, és azon belül elsősorban az ipar, gyáripar, legalább olyan évet produkál 23-ban, mint 22-ben, akkor 23-ban sem lesz probléma. Nem lesz könnyű, de kezelni fogjuk 23-at is, és akkor talán 24 az végre egy kicsit előremutató is tud lenni, de az még nagyon-nagyon messze van a mai világban, most odáig nem is néznék el. Most zárjuk le nyugodtan ezt az esztendőt, alkossunk 23-as költségvetést, és próbáljuk azt stabilan végigvinni, és aztán pedig így forduljunk rá 24-25-re. És hát nagyon fontos talán beszélnünk kettő mondatot arról, hogy az Európai Uniós forrásokra, ahogy az országnak, úgy a városoknak is szüksége van. Úgyhogy én arra kérek valamennyi Európa Parlamenti képviselőt, függetlenül a pártállástól, hogy azon dolgozzon, hogy Magyarország és azon belül Székesfehérvár minél hamarabb megkapja a bennünket jogosan megillető pénzügyi forrásokat. Fehérvár minden kötelezettségét, ami az Európai Uniós tagságból fakad, teljesítette és teljesíti most is. Ehhez képest nem jutunk hozzá a nekünk járó pénzügyi forrásokhoz. Ez nem helyes. Nem helyes, már csak azért sem, mert részben a mostani problémákat is abból lehetne kezelni, finanszírozni, részben az előbb említett fejlesztések egy része is ezekből a pénzügyi lehetőségekből kerülne megvalósításra. Rengeteg például iskola. Rengeteg óta felújítása azért várat magára, mert ezek a pénzek nem érkeznek. Ezek a pénzek Székesfehérvárnak járnak. Úgyhogy én azt kérem mindenkitől, ne azon dolgozzon, hogy Magyarország ne kapja meg, azon dolgozzon, hogy Magyarország minél hamarabb
megkapja ezeket a pénzügyi forrásokat, mert ezek Székesfehérvár számára is hiányzó, sok-sok milliárdot jelentő üzemeltetési, fejlesztési forrásokat, beruházások indításának a lehetőségét adja meg az élet minden területén. Mondtam például az oktatási intézmények felújítását, de például a Bakony utcai fejlesztés, mint nagy közlekedési fejlesztés beruházása is lassan gyakorlatilag már csak ezen múlik, hogy mikor és hogyan lehet elindítani. Szerintem ez nem helyes. Mi egy közösséghez tartozunk, Fehérvár mindent teljesített, ami a kötelezettsége. Semmilyen probléma nem merült föl a mi működésünkkel kapcsolatban, mégse kapjuk a pénzt. Szerintem ez nem korrekt. És sok mindenben javítana a város életében, az itt élők életében is egy hosszú távú utat mutatni, és ahogy említette is, volt egy eljárás a város ellen, amit aztán ugye a legutóbbi közgyűlésen hallhattuk, hogy a város végül is abszolút megnyert. Igen, egy jogi eljárás volt, ahol egyértelműen az erre hivatott szervek Székesfehérvár önkormányzatának adtak igazat, mindenben kimondva, hogy Fehérvár jogszerűen járt el. Minket ez nem lepett meg, mert általában is remélem, hogy jogszerűen és átlátható módon gazdálkodunk, de jó volt hallani, hogy főjegyző úr jogilag is elmondta, hogy ezt az eljárást is megnyertük. És itt is arra hívnám csak fel a figyelmet, hogy ezek nagyon komoly pénzügyi források. Nem csak ebből fejlődött a város, nem csak ez jelentett pénzügyi lehetőségeket beruházáshoz, hiszen nagyon sokat tudtunk megvalósítani saját forrásokból, a helyi gazdaság erejének köszönhetően, és nagyon sokat nemzeti és állami forrásból, de szükség van most ebben az időszakban az uniós forrásokra is, hiszen láthatólag akár a város gazdasága, akár az állam költségvetési helyzete nehezebb, kevesebb forrásunk van, fejlesztéseket külső forrásokból tudjuk megvalósítani, hiszen például a helyi adóbevétel most az alapvető működés stabilitásának garantálására fordítódik, ebből következően kevesebb önerős fejlesztést tudunk elindítani. De ezekre a beruházásokra Fehérvárnak szüksége van, például azért, és itt azért az ellentmondásra fölhívnám a figyelmet, mert egyébként nem tudunk a gáztól független lenni csak akkor, ha bizonyos beruházásokat megvalósítunk. De ha nem adják ide a pénzt, hogy megvalósítsuk a beruházásokat, akkor egyébként nyilván nem tudunk függetlenedni a gázfelhasználás jelenlegi arányától. Tehát ha komolyan gondolják azt, hogy ez elvárás, és mondjuk Fehérvár is lépje meg ezeket a fejlesztési elképzeléseket a jövőben, akkor ehhez pénz kell, és tegyük hozzá, és még egyszer aláírom, ez nem könnyör adomány, mert a másik oldalon Fehérvár mindent megad, amit jogszerűen meg kell adnia, mondjuk teljesen nyitott a piaca, nincsenek vámok, egy csomó támogatást nem tudunk biztosítani, mert az EU-s szabályok nem teszik lehetővé, mi ezeket a szabályokat betartjuk, de közben a másik oldalon jelenleg már nem kapunk semmit. Kicsit ez olyan nem, furcsa mérlegnyelve. Furcsa mérlegnyelve, és megmondom őszintén, hogy én azt is furcsálom, hogy hosszú-hosszú évek óta mindenféle vizsgálatok folynak, de például minket nem keresett meg senki az Európai Unió részéről, hogy mi hogy értük meg, mint önkormányzat. Pedig itt rengeteg embert képviselünk, rengeteg tapasztalatunk van ciklusról ciklusra átívelően az Európai Uniós pénzek felhasználásáról. Semmilyen kifogás ezekkel kapcsolatban nem merült föl. Láthatólag a bejátszásban is látszott, hogy a fehérváriak értékelik a város fejlődését. Akkor mi a probléma? Akkor miért nem érkeznek ezek a pénzügyi források és lehetőségek? Teszem föl a kérdést. Szerintem nem csak a magam nevébe, hanem minden fehérvári polgár nevébe, pártállástól függetlenül, mert ezekre a fejlesztésekre mindenkinek szüksége van Fehérváron. Teljesen mindegy, hogy mit gondol a világról, mit gondol a helyzetben akár a kormány, akár Brüsszelnek az esetleges felelősségéről. Abban biztos, hogy egyetértés van közöttünk, hogy ezekre a pénzekre Fehérvárnak szüksége van, és ezekért a pénzekért Székesfehérvár megdolgozott. És talán tényleg lehetne egy pártállástól függetlenül, ez egy olyan közös céle az LP képviselők vonatkozásában, amiért küzdeni kellene. Igen, és felhívom az LP képviselők figyelmét, hogy egy tanulmány útra nagyon nagy szeretettel várjuk őket Fehérvárra. Mondjuk a legutóbbi közgyűlést megnézhették volna, hogy szerintem hogy kell egy közösségért, azaz egy városért pártállástól függetlenül közösen dolgozni. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.